prijatelja, gosta, sponzora, šefa i uspeli smo da se setimo još jedne stvari koje do sada nismo pominjali puno. Čovjeka koji ima frizuru kao i ja. Mi se šišamo kod istih berbera. Formula je vrlo jednostavna. 0,5 jedinica, to je dovjetna kombinacija za nas dvojicu. Uvek kažemo i sve kolege, regionalni direktori, se složimo oko jedne stvari. Imamo, ako bismo opisivali kako bismo želi da nam šef izgleda, verovatno ne bismo mogli da ga opišemo kao što jeste. Čovjek koji nas sve regionalne direktore nikada nije pitao dva pitanja, gde si i šta radiš. A rezultata je, nadam se, uvek bilo, ostalom to će onda kaže. Molim se jedan veliki aplauz, Safir menadžer, otac šestoro dece, jedan od najuspešnijih direktora FLP-a u svetu, pripadnik reda Malteških vitezova, doktor Šandor Miles. Dobro jutro, Srbija. Szép jó reggelt nektek. Egy dolgot érzek, ami nagyon nagyot változott itt, mióta legutoljára itt jártam nálatok, holott szinte két havonta itt vagyok most Szerbiában. Želim vam prijatno dobro jutro i evo osjećam nešto, imam osjećaj da se nešto promenilo od kad sam sada stigao, mada ja vrlo često dolazim, na nekoliko mjeseci sam sa vama. Megjelent az FLP Szerbiába a tűz. U FLP Srbiji pojavila se vatra. Az igazi. Prava vatra. Nagyon örülök neki, és nagyon büszke vagyok rátok. Jako sam srećan i jako sam ponosan na vas. Nagyon szép eredmények is jönnek. A stižu nam i jako dobri rezultati. És azért, mert jók vagytok, nagyon jók vagytok. A to zato što ste dobri, jako ste dobri. Ez így. Mire figyeljetek oda? Evo, na šta da obratite pažnju? Arra, hogy soha senki ne befolyásoljon benneteket. Obratite pažnju na to da vas nikad niko ne utiče na vas. Ne engedjétek. Nemojte to dozvoliti. Mik vagytok ti? Kik vagytok ti? Ko ste vi? Šta ste vi? Szabadok vagytok. Vi ste slobodni. Szabadok. Slobodni ste. Álljatok fel egy picit. Ustanite, molim vas, malo. És mondjátok, hogy szabad vagyok. I sad recite, slobodna sam. Mosolyogva. I to sa osmehom. Szabad vagyok. Slobodna sam. Szabadna. Slobodna. Szabad vagyok. Slobodan sam. Jól esik? Jel vam prija? Jól esik. Jel da? Prija. Otlično, hvala. Szabadok vagytok, és ezt a szabadságot ne engedjétek. Vi ste slobodni i nemojte dozvoliti da se to promeni. Tudjátok, mi az, ami el akar venni sok-sok szabadságot tőletek? A znate li šta je ono što hoće da vam oduzme mnogo, mnogo slobode? A TV, a medija. Televizija, mediji. Ugye mit mondanak? Šta oni govore da vidimo? Egészség kell nektek? Treba vam zdravlje.
Mindenre van orvosság, mindenre van gyógyszer. Ima na svaku boljku, ima za svaku boljku lek, ima nekih lekov. És már nyomnak is valamilyen reklámot, valami jó gyógyszerről. I već sledi odma iza toga i reklama o nekom leku. Láttatok-e Forever reklámot a tévébe? Da li ste vi ikada videli reklamu Forevera na televíziji? A tévé meg van véve. Televízia je kupljena stvar. És mindig azt mondja, aki fizet érte. I uvek će govoriti to, što mu govore ti koji plaćaju za to. Mindenbe így van. I to je tako u svemu. Ne higgyetek neki. Nemojte verovati to. Csak magatokba higgyetek. Imajte poverenja sami, samo u sebe. Van saját véleményetek? Imate li svoj stav, svoje mišljenje? Van. Van imate. A világról. Imate mišljenje o svijetu. O jövőtökről. O vašoj budućnosti. O gyerekekről. O deci. Mindenről van véleményetek. Imate mišljenje o svemu. Még van a politikáról is véleményetek. A imate i mišljenje i o politici. Ritkán szoktam ilyenről beszélni, de most még erről is fogok beszélni nektek. Rétko ja govorim o tim pitanjima, ali sada ću čak i to da vam izložim. Itt van Oroszország, Ukrajna. Evo, na primer, Rusia i Ukrajna. Én 15 évet éltem Ukrajnába. Ja sam 15 godina živeo u Ukrajini. 5 évet éltem Oroszországban, Moszkvába. 5 godina sam živeo u Rusiji, u Moszkvi. 17 éve dolgozom egy amerikai nagyvállalat élén. 17 godina sam na čelu jedne američke kompanije. Megvan a saját véleményem? Imam li ja svoje mišljenje? Megvan a saját véleményem. Nekem imam. Senki nem mondja meg, hogy mi legyen az én véleményem. Ja imam svoje mišljenje i neka mi niko ne govori šta da bude moje mišljenje. Te se engedd meg. Ni ti nemoj dozvoliti. Hogy más mondja meg, hogy mi a te véleményem. Nemoj nikad dozvoliti da ti neko drugi govori šta da bude tvoje mišljenje. Legyetek végre szabadok, ti szerbek. Budite već vi Srbije slobodni na kraju već. Végre. Napokon. Először a szabadság itt kezdődik. Sloboda prvo počinje odavde. Ha fejbe elkezdesz szabad lenni, ako u glavi, u svojim mislima postaneš da budeš, počinješ da budeš slobodan, akkor eljutsz odáig, hogy anyagilag is szabad leszel. Onda ćeš stvarno postići i to da ćeš biti potpuno nezavisan i materijalno. Nagyon szép beszédet mondott Greg Mohn itt az elején. Malo pre ste saslušali divan govor Grega Mohna. Ő is arról beszélt, hogy hogyan lehet szabad ebben a világban. I on je govorio o tome kako možeš postati slobodan u ovom svetu. És tudjátok már, a szabadság kiskorban kezdődik. I da znate samo da sloboda čovjeka počinje već u detinjstvu. És a gyerekek már fogékonyak, piciként is a szabadságra. I deca su već u najranijem uzrastu spremni da shvate šta je to sloboda. Ne basztassátok a gyerekeket otthon. Ne dirajte decu kod kuće. Hagyjátok őket szabadon. Ne mondjátok, hogy ide ne menj, azt ne csináld, ezt ne. Nemojte ih uvek usmeravati, pustite ih slobodno, nemojte im uvek govoriti šta da rade, šta da ne rade, kuda ne. Ne, engedjétek. 2 éves korig ki kell alakulnia a teljes gondolkodásának, a teljes jövőjének egy kicsinek. Pustite ih do 2 godine. Kod dece mora već da se stvori jedna preduslov za jednog kompletnog čoveka za ceo život. Itt van Anna és Matyi is velem, és Matyi most nézi az én beszédemet, hallgatja. Mi je supruga Ana i moj sin Matyi, koji sad gleda ovo što ja govorim vama. Imádja. Imádja hallgatni a ti beszédeteket. Imádja nézni, amikor itt a menedzserek örömmel jönnek fel a színpadra. Obožava da gleda ovde šta se događa na bini. On obožava kad izlaze ovde menadžeri da to posmatra. Hozzátok el a gyerekeket. Dovedite decu sa vama ovde. Hadd lássák, hogy ti mit csináltok.
Neka deca vide šta vi radite. Mert az övék a jövő. Jer budućnost je njihova. Nektek most olyan tűz van a lelketekben. U vašim dušama sada gori takva vatra. Olyan lehetőség van a kezetekben. A u rukama imate takvu mogućnost. Amivel az FLP Szerbiát nagyon-nagyon magasságokba tudjátok felvinni. Sa kojom možete da uzdignete FLP Srbiju na zaista velike visine. Ti lehettek a legnagyobbak. Vi možete da postanete zaista najveći. És fantasztikus vezetőitek van. A imate izvanredne lidere. Veronikáik. Veronika i szukru. Köszönöm nektek. Hvala im. Óriási, amit itt ti, az első sorban, és mindenki, letettek ide már a Forever Serbia asztalára. Strašno ste vi velike rezultate ovde već pokazali, svi koji sedite u prvom redu, a i svi zajedno, velike rezultate Forever Livinga Serbia. Úgy érzem, hogy most ehhez még hozzáadódott egy óriási erő, egy óriási belső lelkesedés. Imam utisak da se sada tome svemu još dodala jedna neverovatan entuzijazam, jedna neverovatna snaga u vama. Tudjátok, a nagyon régi időkbe a legfontosabb dolog mi volt, amire az embereknek vigyázni kellett. Znate li šta je ono bilo u starim vremenima, što je bilo najbitnije za ljude, o čemu su morali da vode računa? A tűzre vigyáztak. A to je bila vatra. Oni su čuvali voltak, akik ott ültek és vigyázták, hogy ez a tűz soha ne aludjon ki. Bilo je ljudi koji su samo na to pazili, da vatra da se ne ugasi. Ti legyetek azok, akik őrizzétek ezt a tüzet itt Szerbiába. Budite vi ti koji pazite na ovu vatru ovde u Srbiji. És gyújtsátok lángra, jó értelemben ezt az egész országot. Upalite, neka bude u najpozitivnijem smislu plamsala ta vatra ovde u ovoj zemlji. Én mindig ott leszek veletek. Ja ću uvek biti uz vas. Mert szeretlek benneteket. Jer ja vas volim. Volim te vas. Hvala lijepo. Hvala.